Sikeres a helyi önkormányzat által meghirdetett komposztálási program. Miután két hete átadtak 60 darab komposztládát az üllőieknek, a környezetvédelmi referens már jó tanácsokkal is ellátta a komposztálást preferáló környezettudatos helyieket. Hamarosan újabb 60 komposztládát adnak át az üllőieknek. Múlt hét elején sikeresen kiosztottuk a tavalyi évben megvásárolt 60 darab komposztálóedényt. A vírushelyzete való tekintettel egy-egy napra 20-20 embernek tudtuk kiosztani az edényeket. Mivel hogy nagyon nagy igény merült fel a komposztálóedényekre, és kétszeres túljelentkezés volt, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további 60 darab komposztálóedényt vásárol, amiket a következő hét elején tervezünk kiosztani a jelentkezők körében. Akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy ez a program jó előjelekkel indult, illetve hát folytatódik is. Ezt a gondolatot tovább fűzve mindenféleképpen érdemes felhívni a lakosság figyelmét, illetve akik ezeket a edényeket, ládákat megkapták már, illetve erre várnak. Milyen technikát érdemes alkalmazni? Gyakorlatilag szinte minden szerves anyag komposztálható. Legmegfelelőbb komposztanyagok a fűnyesedék, kerti zöld hulladékok. A hamu is komposztálható, például egy nagyon jó komposztanyag, mert nagyon magas a tápanyagtartalma. Oda kell viszont figyelni arra, hogy ne kerüljenek a komposztba például déli gyümölcsök, héja, mert ezek olyan szerekkel lehetnek bepermetezve, amelyek lassítják a komposztálási folyamatot, illetve nyers hús vagy hasonlók sem kerülhetnek a komposztba, mivel hogy ezek vonzák a rágcsálókat. Fontos még hozzátennem, hogy gajakat, kisebb ágakat fontos beletenni a komposztba, mert ezek javítják a komposztnak a levegő átjárhatóságát. A komposztkezelésnek egy nagyon fontos része az, hogy a komposztot legalább 3 hetente célszerű átforgatni. Itt biztosítjuk a megfelelő szellőzést a komposztnak, ami által a lehető legjobban tud lebomlani. A kész komposztot kiuttatás előtt mindenképpen szitálni kell, megszabadítani azoktól a nagyobb anyagoktól, amik nem tudnak a talajban rendesen tovább bomlani. Hogyha a komposztot magágy készítéséhez szeretnék felhasználni, akkor kerülni kell a diófa levelek, vagy a vadgesztenyének a levelének a komposztálását, mivel ezek olyan anyagokat tartalmaznak, amik gátolják a többi növény magjának a csírázását. Azonban, hogyha például palántázáshoz szeretnénk komposztföldet előállítani, akkor ezek is belekerülhetnek a komposztba. Mikor tudjuk használni ezt a bizonyos komposztanyagot? A megfelelő kezelés mellett, tehát a rendszeres forgatással és egyebekkel számolva nagyjából fél év alatt elkészíthető a komposzt. Oda kell figyelni arra is, hogy például, hogyha a komposztnak nincs elég nedvességtartalma, akkor azt meg kell locsolni. Hogyha pedig lenne esetleg túl nedves lenne, akkor pedig lenne az gátolja a lebomlási folyamatokat, ezért esetleg homokkal, vagy hamuval célszerű szárítani azt.